Érvényesült a papírforma, amikor ugyanis az elmúlt nyáron Kemecsén úgy döntöttek, hogy az NB3 helyett a megyei első osztályra neveznek, a szakemberek többsége előreadta Adamskijéknak a bajnoki címet. A Kemecse 15 meccsen 12 győzelem és egy döntetlen mellett mindössze 2 vereséget szenvedett, és 37 pontot szerező 3 ponttal áll a második nagykáló és 11-el a harmadik Nyírmada előtt. Úgy indultunk neki, hogy az első 3, az időközben se lett kimondva, de ezt éreztetve lett velünk, hogy azért az első hely lenne az elfogadható. Hát azt mondom, nem módosítás, én szerintem el is várható a csapattól. Elvileg úgy igazoltunk, tehát azért is igazoltunk, hogy ezt a, hogy nyilatkoztam, és a kis céljainkat tudjuk teljesíteni, tehát olyan emberek kellettek, akik ezt a helyzetet is tudják kezelni. A Kemecsi a mezőnyben magasan a legtöbb gólt szerezve 58 alkalommal vette be az ellenfelek kapuját, miközben a csapatnak mindössze 18-szor kellett kapott gól utáni középkezdéshez felállnia. Kis hullám, hogy minden csapatnál van, ez sajnos nálunk is volt, itt gondolok, én azt mondom, 3 mérkőzésen hibáztunk, az elég sok pontunkba került. Na itt ezeken a dolgokon kell dolgozni, hogy ilyenek ne fordulhassanak elő a jövőben. Egyértelműen Kovács Pistárt ki kell, hogy emeljem 23 góljával, ez akármilyen bajnokságban nézem, az nagyon jó teljesítmény. Még középpályán Asztalos Krisztián, hátul Balog, hát inkább úgy mondom, az egész védelmünk, holott nem mondom, hogy kevés gólt kaptunk, de szerintem azért elég masszív csapat vagyunk. Első helyen vagyunk, ezt már azért nem akarjuk kiengedni a kezünkből, tehát ezért még próbálunk még úgy igazolni, úgymond, hogy még erősíteni tudjunk, és így már én azt mondom, tehát célunk most már tényleg az első hely. A Kemecse jó néhány NB3-as és megyei első osztályú csapathoz hasonlóan ott lesz a nyírbátori téli műfüves bajnokság mezőnyében. Adamski Róbert a téli meccseken szeretné olyan formába hozni együttesét, hogy az őszihez hasonló szereplés produkáljon tavasszal is.